Iskolánkban a zene szeretete mellett az élményközpontú zenei nevelés kap nagy szerepet. A zenetanulást azért javaslom, mert a zene felszabadító, felemelő ereje kihat a teljes személyiségre, érzelmi, értelmi, mozgási fejlődésre egyaránt. A Dombóvári Zeneiskolában kitűnő pedagógusoktól tanulhatunk, nem csak szakmai oldalról, hanem a zene szeretetét is nagyon jól láthatják, és én az ő hatásukra választottam ki a pályámat, és döntöttem el, hogy én is zenész szeretnék lenni. Kiszler Benedek vagyok, és nagyon szeretek trombitálni. Az iskolánk egyik legfontosabb jellemvonása az, hogy igyekszünk amennyire csak lehet innovatívak lenni. Így például az online oktatás folyamán is a lehető legjobbat próbáltuk kihozni magunkból. Mindkét gyermekem a zenekar tagja, és szülőként a legnagyobb boldogság számomra, amikor láthatom őket egy színpadon zenélni. Bár mind a kettő teljesen más személyiség és teljesen más beállítottságú, mindegyik megtalálta itt önmagát, és egy életre azt gondolom, hogy a zene szeretete az úgy el fogja őket kísérni. A zeneiskola számomra egy olyan hely, ahol olyan emberek vesznek körül, akikkel közös az érdeklődési körünk, és akikkel a zenéről tudok beszélgetni. A zeneiskola egy olyan szegmense az ember életének, amitől sokkal több lesz, akár a gyerekek, akár a szülők. A gyerekek a zene által különböző képességeket, készségeket fejlesztenek más területeken. Több kutatás már alátámasztotta, hogy az iskolában is jobban teljesítenek azok a gyerekek, akik művészetet tanulnak. A mi iskolánk egy igazán sokrétű iskola, ahová a gyerekek a zenetanulás mellett táncra, drámára, színjátszásra járhatnak. Van egy összetartó közösség, akikkel együtt tesszük össze a tudásunkat, és próbálunk eljátszani és megalkotni egy darabot, és átadni ezáltal az élményt, és ez hozzám mindig is közelebb állt. És ezért is szerettem, és még mindig szeretek zenekaros lenni. Akkor működik nálunk jól a tehetséggondozás, hogyha a diák és a pedagógus közt jól működő összhang van. A hangversenyeken először nagyon izgultam, de úgy érzem, hogy ezen is tudtam változtatni. Sokat gyakoroltam, és úgy már nem annyira izgultam. Sokat nevetünk, és mindig kiválaszthatom én, hogy milyen darabot akarok játszani. Sok hangszer közül lehet választani, és jól meg lehet tanulni hangszeren játszani. A tanárok kedvesek és viccesek. A zene az nekem egy igazi feltöltődés jelent. Otthon, mikor hazaérek és leülök a zongorám elé, annál igazából nincs is jobb érzés, hogy csak játszom a darabokat, és saját magam játszok, és nem hallgatom, és tényleg egy rendes darabot, nem csak egy pötyögök a zongorán. Nagyon jó a közösség is, és nem csak zenét lehet tanulni, hanem emberi értékeket. Teljes embert nevelni a komoly zene ismerete és szeretete nélkül szerintem lehetetlen, és erre olyan nyitott és olyan hatni tudó és befogadó közösség képes, mint a Dombóvári Zeneiskola. Nagyon szeretek ide járni, szeretem a tanáraimat, kis családias hangulatba érzem magam, amikor itt vagyok. A nálunk folyó munka az életre készíti fel a gyerekeket. Elsődleges küldetésünk, hogy a hozzánk járó gyerekek és családjaik életét teljesebbé tegyük, a jelenben és a jövőben egyaránt. Ha szerettek játszani, ha szeretnétek megismerni ezt a csodálatos világot, ezt a varázslatos világot, jelentkezzetek hozzánk. Mi várunk benneteket.